Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntjük Önöket a ma esti lakossági fórumon. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntsem Kondzs Zsófiát, a Technológiai és Ipari Minisztérium miniszterhelyettesét, parlamenti államtitkárasszonyt. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszöntöm Herceg Zsolt országgyűlési képviselőurat, a Jász Nagykun Szolnok megyei 4-es számú választókerület elnökét. Továbbá köszöntöm Szűcs Dánielt, Mezőtúrváros polgármesterét. És szeretettel köszöntöm körünkben Hubai Imrét, a Jász Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Köszönjük szépen, hogy megtisztelte jelenlétével fórumunkat. Egy rövidke kis technikai információt szeretnék megosztani Önökkel. A kérdések feltevésére a fórum végén lesz lehetőség, addig szíves türelmüket kérjük. És akkor kezdődjön is a fórum. Elsőként felkérem Herceg Zsolt országgyűlési képviselő urat, ossza meg velünk köszöntő gondolatait. Tisztelt miniszterhelyettes asszony, tisztelt polgármester úr, tisztelt elnök úr, kedves vendégek, nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat a mai fórumunkon. Mondjunk nemet a szankciókra címmel, és hát ott kezdem, ahol ez a történet kezdődik. 2022. februárjában a szomszédunkban kitört a háború. Oroszország megtámadta Ukrajnát. Addig éltük az életünk hétköznapjait, tettük a dolgunkat, kiki a maga helyén, és hát nem is gondoltuk, hogy ennek a háborúnak milyen következményei lesznek hazánkra és Európára nézve. Nyilvánvalóan az embernek az volt az első gondolata, amikor ez a fegyveres konfliktus elkezdődött, hogy gondolom sokan mondták velem együtt, hogy jaj Istenem, csak ide nehogy be keveredjen a mi országunkba a háború, tehát maradjunk ki belőle. És hát hála Istennek Magyarországnak olyan kormánya van, hogy ezt sikerült is elérni. Bizonyára emlékeznek a tavaszi kampányidőszakra, ahol a baloldal olyan kijelentéseket tett, amelyek, hogyha az álmaik valóra váltak volna, hála Istennek ez nem így történt, akkor már szerintem nem beszélgethetnénk itt ilyen nyugodtan, mert itt is fegyverropogás és ágyúzás lenne a településünkön és az egész országunkban. Tehát hála Istennek ezt eddig megúsztuk, és én nagyon remélem, hogy és bízva a miniszterelnökünkben, Magyarország kormányában, bízom abban, hogy megúsztuk. Viszont, ugye, ahogy teltek a hónapok a februári háború kezdet után, ugye áprilisban elindult egy olyan folyamat, áprilist követően, és júniusban érkeztünk oda, ami miatt a mai napon itt vagyunk, hogy az Európai Unió olyan döntéseket hozott, amelyekkel tulajdonképpen rendkívül nagy bajba sodorta hazánkat is, és az egész európai közösséget. Nyilván azt szeretnénk, minden józan és normális gondolkodású ember, remélem, hogy egyetért velem, azt szeretnénk, hogyha elsősorban a háborúnak minél hamarabb vége lenne, hiszen a sok áldozat, felnőtt és gyermek, polgári lakosság, ami elszomorító és elkeserítő, és hát nyilván nagyon sokan imádkozunk értük, hogy minél többen megússzák ezt a szörnyűséget. De ami az európai közösségre vetített hatását illeti, az is rendkívül jelentős, és hát én nem szeretném, hogyha 2010 óta én polgármesterként dolgoztam ez év áprilisáig. Én nem szeretném azt a felépített értéket, azt a sok munkát elveszni, látszani. Miért mondom ezt? Azért mondom, mert ha a helyzet így marad, nem változik. Tehát ilyen rezsiköltségek maradnak, és Brüsszel nem hagy fel
az ostoba szankciós politikájával, akkor sajnos ez sokáig így lesz, és nagyon sok mindent el tudunk veszíteni. Éppen ezért remélem, hogy a háborúnak minél hamarabb vége lesz, és Brüsszel is felhagy ezzel a politikájával, és visszatér a józanész talajára. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezért jöttünk ma el, és nagyon szépen köszönöm képviselőtársamnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, de még mielőtt ő mondaná el az ezzel kapcsolatos tudnivalókat, itt ugye nagyon sok hazugság fogalmazódott meg az elmúlt hónapokban az ellenzék részéről, becsapta a Fidesz a választókat, nem képviseli, nem segíti a magyar polgárokat, és a többi, és a többi. Hogy Mezőtúron most mi a helyzet? Az önkormányzati szféra milyen nehézségekkel küzd? Arra kérem polgármester urat, hogy ezt röviden foglalja össze. Egyébként nem egyedi az eset. Országgyűlési képviselőként mind a 23 település vezetővel kapcsolatban vagyok. Nemrégiben néhány héttel ezelőtt egy olyan megbeszélésen cseréltünk tapasztalatokat, mondták el a tapasztalataikat, és a helyzetüket mutatták be nekem, hogy tulajdonképpen majdnem mindenki bajban van. Az nincs akkora bajban, akinek a kitettsége a földgáz vonatkozásában nem olyan nagy, tehát aki már régen megoldotta például geotermikus energiával fűt önkormányzati intézményeket, vagy esetleg szerves, egyéb szerves anyaggal, fa, aprítékkal, egyebekkel. Tehát ott különösebb baj nincs a kisebb településeken, de bizony a nagyobb településeken van. Tisztelt polgármester úr, arra kérlek, hogy akkor a tisztelt jelenlévőkkel hozd meg ezeket az aktuális információkat, hogy mit lehet most tudni a mezőtúri önkormányzati világról, milyen helyzetben vagytok. Tisztelt miniszterhelyettes asszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves mezőtúriak, kedves vendégeink! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Mezőtúrváros önkormányzata nevében a mai estén. Képviselő úr arra kért, hogy az önkormányzat nevében, vezetése nevében próbáljak egy világos képet festeni önök elé, hogy jelenleg Mezőtúrvárosát, Mezőtúrváros lakosságát hogyan érintik azok az óriási energiaárak, amelyek bekövetkeztek az elmúlt hónapokban. Ahogyan elhangzott, sajnos az országban is jelentős változásokat hozott az orosz-ukrán háború okozta energiaválság. Ennek következményeképpen már a nyáron tapasztalhattuk, hogy igen komoly helyzet elé fog nézni minden magyarországi település, és azt szeretném pontosítani, hogy ahogyan képviselő úr is megemlítette, egyes álhírekkel ellentétben ez nem csak Magyarországot érinti, hanem egész európai viszonylatban komoly problémák vannak. Vannak országok, akik ezt tagadják, vannak országok, akik ezt bevallják bizonyos Európai Uniós tanácskozásokon. De maradjunk a saját házunk táján. Mezőtúr városát is igen komolyan érintik ezek a brüsszeli szankciók, és az ezek következménye miatti gázáremelkedések, valamint a villamosár energiát érintő áremelések. Hogy ne csak a szavakkal beszéljünk és a felhőkben mondjuk bizonyos mondatokat, konkrét információkkal is igyekszem alátámasztani ezeket a véleményeket és állításokat. Igyekeztem ezt tenni Mezőtúrváros önkormányzatának képviselőtestületi ülésén, ahogyan ezt tette mellettem egyébként jó pár kolléga Magyarországon, hiszen minden egyes települést komolyan érint ez. Egy összehasonlítás, hogy Mezőtúr városának gázára tekintetében a legnagyobb fogyasztóknál, a volt főiskola épületében, valamint például kint a Városi Sportcentrumnál 2022. szeptember végén lejárt a gázszerződésünk, így közbeszerzés útján új gázárat kellett beszereznünk. Ezt az eljárást lefolytattuk. Azon a szerencsétlen időszakban azon szerencsések közé tartoztunk, akik egyáltalán kaptak árat arra a lefolytatott közbeszerzési eljárásra, amelyre voltak olyan önkormányzatok, akik sajnos árat sem tudtak kapni, illetve akik augusztus folyamán folytatták le ezt a közbeszerzési eljárást, volt akinek 10-15-szörös energiaárra kaptak ajánlatot. Mezőtúrváros önkormányzatát tekintve ez 5,5-szeres volt a szeptemberben lefolytatott közbeszerzési eljáráskor,
ami azt jelenti a villamosenergia emelkedés mellett, hogy Mezőtúr város önkormányzatának költségvetését érintően a 2022-es évi tervadatokat mondom, gázára, tehát gázfogyasztásunkra, valamint villamosenergia fogyasztásunkra, itt értem ez alatt például ezt az épületet, sportcsarnokainkat, óvodáinkat, a városházát, gazdasági társaságainknak az üzemeltetését, 210 millió forintot terveztünk. Ez a jövőre nézve, hogyha azok a gázárak nem változnak, amelyek ismertek voltak az utóbbi hónapokban, valamint azok a villamosár, energia árak, amelyek is szintén ismertek voltak az utóbbi hónapokban, nem változnának, akkor ez 2023-ban az imént említett 210 millió forint helyett 910 millió forintot kellene erre a költségre költenie az önkormányzatnak. Tehát 700 millió forint plusz költséget kellene előteremteni az önkormányzatnak, ami a költségvetésünket ismerve a nem működő és nem tervezhető kategória. Emiatt Mezőtúváros önkormányzatának képviselőtestülete is gondolkodott azon, és én intézkedési tervet dolgoztattam ki minden intézményvezetőnkkel, gazdasági társaságaink vezetőivel, nyilván jó magam is ezt tettem, hogy hogyan tudunk tenni azért, hogy ezek az energia árak és fogyasztási összegek a költségvetést ne terheljék ilyen mértékben. Minden egyes település elkezdett ezen gondolkozni. Bizonyára sokan hallották a hírekben, olvashatták a hírekben, településenként nagyjából hasonló intézkedéseket hoztak a polgármester kollégák. Ez általában az elsődleges intézkedések között szerepelt a nem kötelező feladatoknak a, vagy a beszüntetése, vagy a csökkentése. Gondolok ez alatt sportcsarnokok bezárására, uszodák bezárására, közösségi házak bezárására, könyvtárak bezárására, és mindezt nem azért teszik a polgármester kollégák és településvezetők, mert jó döntéseknek tartják ezeket, hanem mert rá vannak kényszerülve. És mindez azért történik, mert egyes emberek sajnos bizonyos felelős pozíciókban nem látják be azt, hogy Európai Uniós szinten nem arra van szükség, amilyen döntéseket hoztak az elmúlt hónapokban. Nekünk Magyarországon arra volna szükségünk, hogy a környező országban mielőbb béke honoljon, és az energiaárak visszacsökkenjenek, ha nem is arra a mértékre, ahol voltak az elmúlt hónapokban és években, de jelentős mértékben vissza tudjanak csökkenni. Az intézkedési tervben még egyéb intézkedéseket is megtettünk, bizonyos intézményeinkben a kollégákat összépköltöztettük, ahol csak tudunk, ott a gáz helyett igyekszünk vagy vegyes tüzelésű kazánnal fűteni, vagy ahogyan ebben az épületben is, ahol éppen ülünk, a hűtő-fűtő klímák segítségével előteremteni azt a szükséges hőmennyiséget, amely kell egyes intézményekben, és a legfontosabb célunk az továbbra sem változott, megtartani a munkahelyeket, a dolgozóinak a bérét biztosítani, valamint 2023-ban is Mezőtúváros költségvetését stabilan tartani a lehetőségek szerint. Jelenleg azt látjuk, hogy segítségre van szüksége az önkormányzatoknak. Egyrészt egy fontos döntésre van szüksége, amelyet Brüsszelben lehet meghozni, amelyek hatással vannak az energiaárakra. A másik segítséget pedig kormányzatunktól várjuk, ahonnan én azt látom, hogy bizakodásra adó jeleket kapunk, tekintettel arra, hogy elkezdődtek tárgyalások, hogy az önkormányzatoknak hogyan és miként tudnak segíteni. Másrészt pedig abban látom a kiutat, ahogy szintén sok más településvezető, hogy az energetikai beruházásokba bele kell vágnia az önkormányzatoknak, de nyilván más és más lehetőségek vannak erre. Van, akinek van erre önerője, saját költségvetésén belül, van, akinek nincs, mi sajnos jelenleg ezek közé tartozunk az utóbbiba, ezért várjuk azokat a pályázatokat, vagy kormányzat által biztosított összegeket, amelyekből meg tudnánk valósítani például Mezőtúron geotermikus energiával való fűtési lehetőséget, mert a termálvízünk erre alkalmas lenne, valamint azt javaslom a képviselőtestületnek, hogy a ledes korszerűsítés felé vigyük el a várost, és meneküljünk úgymond előre, ha szabad így fogalmazni, ebben a kritikus helyzetben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tehát az elmondottakból azt gondolom, hogy látható, hogy annak ellenére, hogy logikusan és reálisan végiggondoltuk a lehetőségünket, és meghoztuk a szükséges döntéseket, amelyekkel nagy energiamegtakarításokat érhetünk el, és ezt köszönöm a lakosságnak, hogy elfogadták, és más településekkel ellentétben mi például az uszodánkat továbbra sem zártuk be, mert azt termálvízzel fűtjük, és szeretnénk a későbbiekben is üzemeltetni.
de mégis szükség van arra, hogy további segítségeket kapjunk, mert annak ellenére még egyszer, hogy reálisan és logikusan gondolkodunk, és bízom benne, hogy a későbbiekben is számíthatunk mind a képviselőtestület józan gondolkodására, mind a mezőtúri lakosság támogatására. Szükségünk van további segítségre, hogy stabil tudjon maradni a város költségvetése és a város működése. Emellett továbbra is fejleszteni szeretnénk, ahogyan a folyamatban lévő beruházásokat most is visszük, és minden elnyert top plusz beruházást, valamint később elnyerendő támogatásokat is sikeresen szeretnénk megvalósítani, hogy arra a pályára tudjunk visszaállni, amelyet az utóbbi években megszoktunk, és a mezőtúriak azt tapasztalhatták, valamint a környékben élők is, hogy folyamatosan fejlődünk. Ebben bízunk, ezért szeretnénk tenni, és várjuk a józan döntéseket mind az Európai Unióban, mind más frontokon. Köszönöm szépen a tisztelő figyelmet. És engedjék meg, hogy egy nagyon régi kedves ismerőst köszöntsek a teremben, és köszönjük, hogy itt van mezőtúrom, és elfogadta képviselőnek a meghívását. Konz Zsófia miniszterhelyettes parlamenti államtitkárasszonynak szeretném átadni a szót. Köszönöm még egyszer a figyelmet. Én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a mai napon itt mezőtúron. Külön szeretettel köszöntöm képviselő urat, polgármester urat, elnök urat, és minden kedves megjelentett. Nagyon vártam ezt az alkalmat, hogy ide érkezhessek, mert pont ezt meséltem itt képviselő úrnak és polgármester úrnak, hogy ezen a vidéken én nagyjából 15 évvel ezelőtt elég sokszor megfordultam, mert Szentes, Szarvas, Kiskunfélegyháza, szóval Kiskunhalas, tehát ezeken a településeken versenytáncot, ilyen versenyeket rendeztek, szerveztek, és nagyon sokszor jártunk erre, és nagyon-nagyon örültem annak, hogy ennyi év után, ez tényleg legalább egy 15 év lehetett, újból erre járhatok, és ezért is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm szépen, hogy ilyen sokan eljöttek erre az alkalomra. És azt is szeretném megköszönni, hogy úgy tudom, hogy a teremben is ülnek olyan személyek, akik a 2020-as időközi választáson eljöttek nekünk szerencsén segíteni. Az is egy nagyon fontos választás volt, egy fontos küzdelem a nemzet számára, meg nekünk személy szerint is tényleg azt gondolom egy becsületbeli ügy volt, és nem tudom, hogy megkérdezhetem-e azt, hogy itt, akik itt ülnek közülük, ki járt ott szerencsén, vagy a mi választókerületünkben, ha feltenék a kezüket, ezt nagyon-nagyon megköszönném. Azt mondta a polgármester, hogy lehet, hogy meg... szuper. Akkor egy nagy tapsot szeretnék kérni. Köszönjük szépen. Polgármester úr azt mondta, hogy lehet, hogy nagyon, nagyon szerények lesznek, és nem merik majd feltenni a kezüket, de én tényleg nagyon hálás vagyok meg az egész választókerületünk. Mi ugyanennyire szorítottunk most Daninak, polgármester úrnak, bocsánat, régóta ismerjük egymást, mert együtt voltunk gyakorlatilag fidelitásosok, és nagyon örültünk annak, hogy sikerült itt a választást megnyerni. Polgármester úrral kapcsolatban annyira jutottam, hogy 2010 óta vezette ugye ezt a települést, és igazából az én édesapám is 2010-től volt polgármester, úgyhogy gyakorlatilag mezőtúr és Szerencs között is azért találtam sok hasonló vonást, mert 2010-ig nálunk is baloldali vezetés volt, és 2010 után sikerült ezt megfordítani. Szóval ahogy ide érkeztem, azért próbáltam a közös pontokat megtalálni, és úgy gondolom, hogy ilyenből bőven van. Ugye én a Szerencs-Tokaj-Hegyalja vidékéről érkeztem, remélem, hogy jártak már ott, hogyha nem, akkor mindenkit várunk nagy szeretettel. Egy csodálatos vidék az is, és azt gondolom, hogy tényleg nagyon örülünk annak, amikor ilyen találkozások vannak országon belül is. Viszont a mai nap az azért nagyon fontos, mert hogy itt képviselő úr és polgármester úr felvezette, azért komoly dolgokról kell, hogy beszéljünk, főleg az elmúlt napoknak a fényében is. Tehát itt a február 24-e már részben elhangzott, amikor a háború kitört, de azért nyilván két nappal ezelőtt, amikor Lengyelországba rakéta csapódott, azért úgy gondolom, hogy tényleg pontosan mutatta a helyzet komolyságát, hogy Európának és a környező országoknak valóban békére van szüksége. Ráadásul a barátság kőolajvezeték is leállt, és most ez már újraindult. Tehát lehet látni azt, hogy nagyon-nagyon közel van ez a háború,
és az, amit a magyar kormány gyakorlatilag a kezdetek óta képvisel, az tényleg egy hihetetlenül fontos és egyértelmű álláspont, és hát sajnos még ezzel az állásponttal kapcsolatban biztatni kell a többi európai országot, mert például a lengyel-luxemburgi külügyminiszteri találkozón egyedül Szijjártó Péter külügyminiszter úr volt az, aki egyetlen a békét kimondta a felszólalásában. Tehát innen indulunk. Azt gondolom, hogy nekünk ez, hogy mi a békét képviseljük, gyakorlatilag a kezdetek óta egész Európa érdekét szolgálja. Valahogy ez sokszor előfordul velünk magyarokkal, nagyon sok témában, hogy picit már talán hamarabb meglátjuk azt, hogy mi nem csak a magyarság, egész Európa érdeke, és szerintem ez egy fontos dolog, és a két nappal ezelőtti események pontosan ezt igazolták, és szerencsére mindenki azon volt, hogy a helyzet az ne eszkalálódjon, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, ezért kell nekünk továbbra is erőteljesen hangsúlyozni azt, hogy a békére és az azonnali tűzszünetre mennyire nagy szükség van. Lehet látni azt, hogy már a NATO főtitkár, illetve az amerikai védelmi főparancsnok is már azért egyre többször a tárgyalásokat lebegteti. Tehát azt gondolom, hogy mi magyarok február 24-e után abszolút azt az álláspontot találtuk el, ami egyértelműen a magyar emberek és az európai embereknek az érdekét szolgálja. És ugye mi a nemzeti konzultáció miatt vagyunk még többek között itt, azon kívül, hogy szerintem fontosak ezek a találkozások, mert talán annyira soha nem volt fontos ezekről a dolgokról beszélgetni, mint most. Két nappal ezelőtt Ercsiben voltam országjárás keretében, Dunaújváros mellett, és tényleg azt érzem, hogy ezek egy nagyon fontos, még akkor is, amikor már itt a tél jön, meg hideg van, meg este van, de nagyon-nagyon fontosak ezek a beszélgetések, mert mindenki látja azt, hogy elszálltak az energiaárak, infláció van, bemegy az ember a boltba, látja az élelmiszerárakat, szóval erről beszélgetni kell, hogy mi vezetett ide, és hogyan jutott ide egyébként egész Európa. És ugye február 24-én, amikor kitört a háború, akkor egyébként az energiaárak picit elmozdultak, de alapvetően viszonylag hamar megnyugodott a piac, és ugye amit képviselő úr itt előre vetített, hogy azt mondják, hogy mi nem mondtunk igazat a választásokkor, hát ez egész egyértelműen nem igaz, mert hát több szempontból sem, de ami talán az energetikával kapcsolatban a legfontosabb, az, hogy márciusban Versailles-ban találkoztak az állam és kormányfők, és gyakorlatilag ott megegyeztek abban, hogy lesznek is szankciók, de az energetikára nem fog kiterjedni. Tehát erről döntés született. És gyakorlatilag volt már korábban is szankciós politika Oroszországgal szemben, és gyakorlatilag az energetika mint olyan kimaradt. És ugye mi ezzel a tudattal mentünk neki az áprilisi választásoknak, és ez is már elhangzott, a választásokat követően május végén voltak azok az EU-s tárgyalások, ahol gyakorlatilag bemondták, hogy olajembargót fognak bevezetni. Na most, szóval ez az ügy, amiben már miniszterelnök úr akkor nagyon-nagyon keményen beleállt, és elmondta, hogy hazánk számára abszolút elfogadhatatlan az, hogy olajembargót vezessünk be, tehát egyszerűen akkor tényleg az egész országnak, az egész gazdaságnak vége, és sikerült elérni azt, hogy mi kivétel lehessünk, egyébként már akkor is a gázembargó kérdését bemondták, belebegtették, tehát elérték azt, vagy el tudtuk érni azt, hogy mi kivétel lehessünk, és egyébként így Szlovákia és Csehország is kimaradt, tehát azért mondom, hogy sokszor mi magyarok, amikor egy álláspontot ilyen erőteljesen képviselünk Brüsszelben, akkor amúgy nem csak magunknak, hanem sok mindenkinek másnak is tudunk ezzel segíteni. Úgyhogy alapvetően így tudott kimaradni ez a három ország az olajembargóból, ami szerintem hatalmas eredmény, és nyilván így például az üzemanyagár stoppot fent tudtuk tartani, mert hát egyáltalán ezek a szankciós kérdések nem csak az ár miatt különlegesek, hanem mondjuk amiatt is, hogy van-e egyáltalán energia. Tehát alapvetően ez viszonylag egy fontos dolog, hogy jön-e energia, mert ha nem jön, akkor úgy eleve elég nehéz lenne egyáltalán rezsicsökkentésről beszélni, vagy üzemanyagástopról beszélni. Szóval ez egy hatalmas eredmény volt, de lehetett látni, hogy akkor a piac már hihetetlenül megugrott, már mintha az árakról beszélünk, az energiaárakról. És erről majd lesznek számok is, akkor kifejtem, bár
Nem, elmondom most. Most járunk itt, úgyhogy akkor majd fogjuk látni kivetítve is. Igazából 2021-ben a gázára 48 euró per megawatt óra volt. 2021-ben. A háború kitörésénél 129 euró, a szankciók lebegtetése után 171 euró. Ez azt jelenti, hogy a háború nem okozott annyira nagy ijedelmet az energiapiacon, mint amikor csak kimondták a szankció szót. Ez hihetetlen. Tehát ha már csak beszélnek arról, hogy egy bizonyos energiahordozóra kivetnek szankciót, az már hihetetlenül megnöveli az árakat. És utána, amikor az olaj- és gázszankció bejelentése megtörtént, gyakorlatilag június után 350 euró lett. Hát ez hihetetlen. Tehát 7-szeres emelkedés. Elképzelhetetlen. És akkor nyilván elkezdett egyáltalán mindenki betározni. Az, hogy egyáltalán legyen mondjuk majd fűtési időszakra elegendő földgáz. És akkor erről is kell egy picit beszélni, mert az ellenzék részéről ugye a parlamenten belül sokszor gyakorlatilag minden plenáris ülésen vannak viták, és ezekben a vitákban nyilván én is részt veszek, ami nagyon sokszor az energia kérdését érinti. És akkor el szokták mondani, hogy mert hát ugye a magyar kormány nem csinált semmit, az energia, szuverenitás, meg diverzifikáció, ilyen szavak jönnek szóba területén. Csak azért ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, és arra kérem önöket is, hogyha beszélgetnek, ezeket tényleg szerintem érdemes elmondani, hogy honnan indultunk 2010 előtt, tehát ha már energetikáról beszélünk. Nyilván, hogyha energetikáról beszélünk, az nem egy túl jó dolog, amikor az energiaszolgáltatókat eladják külföldiek kezébe, tehát eleve innen indulunk, plusz a földgáz tározóinkat is. Hát a nevében is benne van, hogyha nincs hova tárolni a földgázt, akkor gyakorlatilag nem tudunk stratégiai tartalékot képezni, és nem tudunk hol készülni mondjuk a téli időszakra. És ugye ezeket az energiaszolgáltatókat, földgáztározókat vissza kellett vásárolnunk, innen indulunk. De annyira jó fej volt az ellenzékünk, hogy mikor a földgáztározókat visszavásároltuk, még fel is jelentettek minket. Szóval ilyen helyzetekről beszélünk. Tehát, ja is, hát igen, ezt is szeretném még földgáz kapcsán elmondani. Vannak ezek a bizonyos interkonnektorok. Tehát az, hogy jöjjön, menjen a gáz. Ez egy fontos dolog infrastruktúrálisan. És ugye 2010-ben kettő darab ilyen interkonnektorunk volt, egyik Ukrajna, másik Ausztria irányába. Megépítettünk még négyet. Tehát a 7 szomszédos országból 6 irányába tudunk mind a két irányba gyakorlatilag földgázt fogadni, továbbadni. Óriási dolog. És az energiafüggetlenségünk szempontjából is egy óriási dolog. És ezeket el kell mondani, és természetesen akkor brutálisan támadtak minket. És ezt mondták, hogy hát ez egy borzasztó ötlet, mennyi pénzt erre költünk, hogy ilyen interkonnektorokat építsünk. Na most, ha nem lenne a török áramlat, és nem tudnánk Szerbia felől földgázt kapni, nem is kaphatnánk meg a hosszú távú szerződéseinkből a földgázt. Tehát ez egy akkora nemzetstratégiai kérdés volt, meg döntések sorozata, ami alapján egyáltalán most ott vagyunk, hogy visszavásároltuk a földgáztározóinkat, már 87% be van tározva, óriási dolog, tehát ha most nem jönne be tényleg egy molekula sem, akkor is több mint fél évig lenne földgáz. Hát a gáz az egész nem csak a családoknak fontos, a magyar gazdaságnak fontos, a magyar iparnak fontos, tehát leállna az egész ország, hogyha ez nem lenne. Én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas dolog, és ezt mindig ki kell emelni, és hogyha már ilyen energiadiverzifikációról beszélünk, a Krik LNG terminál, ami mondjuk Horvátországban van, az, hogy mi velük ott hosszú távú szerződést kötöttünk, nyugati szereplővel, tehát mi tényleg azon dolgoztunk az elmúlt időszakban, hogy próbáljunk minél több helyről földgáz szerezni. De attól függetlenül az a helyzet, hogy 85%-ban még mindig Oroszországból érkezik a földgáz. És nyilván ezt nem lehet, hogy a magyar emberek fázzanak, meg mondjuk lájon az egész gazdaság. Tehát még gyors vagyok. Lehet, hogy egy hónap múlva már nem menne ilyen gyorsan, de most még nagyon gyors vagyok. Úgyhogy ez a helyzet, és ezeket tudni kell, meg el kell tudni mondani, mert most az energetika egy nagyon fontos kérdés, és hogyha nem hozzuk meg ezeket a stratégiai döntéseket, akkor nem is lehetne miről beszélni. Tehát ezt mindenképpen szerettem volna kiemelni. És ugye egy picit még visszatérve a szankciókra, ugye hát az Unió, ugye mondtuk azt, hogy lábon lőtte magát, meg ilyesmi, ez tényleg így van.
Gyakorlatilag a gáz felhasználásának a 40%-a származott eddig Oroszországból. És most pedig mindenhonnan máshonnan próbálja beszerezni. És azért lehet látni, hogy európai vezetők is azért néha-néha így őszintén megnyilvánulnak. Biztosan látták, olvasták, hogy a francia elnök Emmanuel Macron mondta, hogy hát nagyon jó ez a barátság, meg minden az Egyesült Államokkal, de azért az úgy mégsem járja, hogy mondjuk a cseppfolyósított földgázt, az LNG-t négyszer annyiért szeretnék mondjuk nekünk itt eladni, mint amennyiért ők ott maguknak ezt eladják. Szóval ezek kemény kérdések, és igazából az európai, a nap végén igazából az európai emberekről, meg az európai családokról van szó. És nagyon fontos, hogy ebben a helyzetben mi ugye tudjunk segíteni a magyar embereknek minden eszközünkkel, mi ezen dolgozunk. És hogy mit csinálunk pontosan, de lehet, hogy közben elkezdem léptetni ezt a kivetítőt is. Ja? Ja, bocsánat. Köszönöm. Igen. Tehát erről beszéltünk, hogy nem lesznek szankciók. Ja, igen, bocsánat. És itt én nekem nem kell hátra nézni. Most már rájöttem a kolléganőm, éreztem, hogy szugerál engem, hogy ne forogjak, mert ő külön kérte, hogy itt legyen egy laptop, és akkor az úgy nem olyan zavaró, hogy én folyamatosan megfordulok. Szóval erről már beszéltünk, hogy nem lesznek energiahordozók, és azt is mondták, ugye, hogy a szankciók jobban fognak fájni Oroszországnak, mint nekünk. Na már most, hát ez úgy tűnik, hogy ez egyelőre annyira nem így történik. Ezt pontosan lehet látni, hogy Kína, az Egyesült Államok kifejezetten jól jár, de hát Oroszországgal kapcsolatban, hogyha csak a szankciós politikát nézzük, akkor azt látjuk, hogy csak az energetika területén 158 milliárd bevételre tett szert Oroszország, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag fél év alatt annyi pénz folyt be Oroszországba, mint amennyi előtte egy év alatt. Igen. Tehát, hogy amiatt, hogy egyszerűen más árakon tudták értékesíteni a földgázt, egyszerűen nekik ez egyelőre úgy tűnik, hogy inkább kifejezetten jó helyzet volt, és hát igen, hogy a szankciók véget vetnek a háborúnak, ez is több európai vezető részéről egyébként folyamatosan elhangzott, és azért itt majd egy picit kell, hogy beszélgessünk a magyar baloldalról is, mert hát az a helyzet, hogy szerintük is a szankciók, azok nagyon jól működnek. Ezt többször én is ott ülök a parlamentben, és ezt így el is mondják, hogy ez fontos, és nagyon jól működik. Ezt megtette a Momentum elnöke is, a Jobbik elnöke is. Hát nyilván az Árnyék kormány, hát ők nagyon, ezt nagyon fontosnak tartják. És ami szomorú, és ez tényleg szomorú, az talán, hogy az egy ilyen nehéz helyzetben úgy valamennyire az embernek lenne olyan romantikus elképzelése arról, hogy mindenki együtt dolgozik, és amikor ilyen nehéz helyzetben van az ország, meg egész Európa egy tőlünk kívülállók miatt, akkor úgy összefogunk. Tehát így valamilyen ilyen elképzelése van az embernek. És tényleg nagyon szomorú azt látni, hogy nem ez történik. A legszomorúbb az, amikor az ember mondjuk véletlenül bekapcsol valami brüsszeli felszólalást, hát azon teljesen el szoktam szörnyűködni, hogy lehetnek úgy ellenzéki képviselők, hogy kimennek, és egyértelműen beszélnek olyan dolgokat, ami a magyar embereknek nem jó. Például most legutóbb, múlt héten a magyar baloldal összes képviselője leszavazta, hogy Magyarország energetikai fejlesztésekre forrást kapjon, és abból az olajipari infrastruktúrális beruházásokat meg tudjuk valósítani. Hát ők ezt meg, ők nekik ez rendben van. Tehát én nem is értem. Egyik oldalról akkor miért kell nekünk orosz olaj, egyébként meg ne kapjunk pénzt arra, hogy esetleg csináljunk fejlesztéseket, amivel még tehát tovább az energiafüggetlenségünket tudnánk növelni. Tehát nekik ez belefér. Atomenergia beruházások, és ne kapjunk forrást, ezt is megszavazták. Akkor a 8. szankciós csomag volt, akkor azzal egy időben a parlamenten belül is szavaztak, ott pedig megszavazták, hogy gyakorlatilag az ársapkát bevezessék a csővezetéken érkező földgázszállításokra. Tehát gyakorlatilag mindent megszavaznak, ami tehát a magyaroknak rossz. Tehát nem, egyszerűen nem értem, nem értem. És azért ez szerintem más ország esetében nem biztos, hogy annyira így szokott történni. Kint 3 évet dolgoztam a
washingtoni nagykövetségen, és akkor a végén volt az első járvány hullám, koronavírus járvány hullám. És ezért Amerikának is ez nagyon fájt. És ez el tudják képzelni az itt ülők, hogy tényleg a republikánusok meg a demokraták azok nem biztos, hogy annyira közel állnak egymáshoz. De az a helyzet, hogy a kongresszusban, amikor az újraindítási csomag volt, mindenki megszavazta, mert tudták, hogy az amerikai embereknek meg a gazdaságnak erre szüksége van. És ezért olyan szomorú, hogy ott vagyunk a parlamentben, és akkor beszélnek nagyon durva hangnemben is, ezt is eleve úgy szokni kell, mert ugye hát ez a nemzetháza, és ez egy csoda, és ez egy nagy megtiszteltetés, hogy az ember ott van, és nem, egyszerűen olyan csúnya dolgokat beszélnek, aztán még ráadásul olyanokat is, ami nem jó a magyar embereknek, szóval ez szerintem ez alapvetően nincsen rendben. Igen, itt az árakat végigmondtam, gyakorlatilag ez az ábra ezt mutatja meg, hogy hogyan néztek ki a gázárak. Igen. És ugye erről beszéltünk az elején, hogy tehát milyen hatása van a gazdaságra egyébként az egész háborúnak, illetve a szankciós politikának, és lehet látni azt, hogy gyakorlatilag rekordokat dönt az infláció, egyébként nem csak nálunk, tényleg hihetetlen más országokban. Tehát azt lehet olvasni például hírekben, hogy a briteknél van, amikor étkezéseket hagynak ki, mert nem tudják megtenni, hogy vegyenek maguknak élelmiszert. Tehát ilyen dolgokról beszélünk. A franciáknál volt, hogy nem lehetett üzemanyagot kapni, tüntetések sorozata, tehát azért lehet érezni, hogy úgy az európai emberek úgy nagyjából érzékelik, hogy ez azért nincsen rendben. Csak hát az a baj, hogy ott még mindig az ő vezetésük nem igazán amellett szólal fel, ami az ő helyzetüket megoldaná, mert ha nem lennének szankciók, akkor gyakorlatilag a gazdasági kérdéseknek egy jelentős része, tehát egyik pillanatról a másikra meg tudna változni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és jó dolog, hogy Magyarországon nemzeti kormány van, aki kimer állni a magyar érdekek mellett, akkor is, hogyha egyedül vagyunk ott, de hát nyilván a történelemben már azért ez néhányszor előfordult. És igen, tehát az is egy fontos kérdés, hogy mi mit csinálunk. Hogyan próbálunk segíteni ebben a helyzetben a magyar embereknek. Ugye itt van a rezsicsökkentésnek a kérdése. Azért azt el kell mondani, hogy Európán belül nincs még egy olyan ország, ahol az átlag jövedelem 30%-ig lenne egy rezsitámogatás. Tehát ez Ausztriában mondjuk 6%. Ez 181 ezer forint, ez egy nagyon komoly dolog. És az is fontos, hogy az átlagfogyasztás felett sem földgáz, villamos energia esetében meg főleg nem, a piaci ár, ami terheli a magyar családokat. És egyébként, ha már villamos energiáról beszélünk, az is egy csúnya dolog, hogy ugye itt van a Paksi atomerőműnek a kérdése, és az üzemidő hosszabbítás, illetve Paks 2. Tehát alapvetően nekünk ugye az az érdekünk, minél több energiát itthon meg tudjunk termelni. És nyilván, hogyha ezt folyamatosan nem ágálná az ellenzék, akkor talán úgy gyorsabban tudnánk haladni ezekkel a beruházásokkal, és akkor még kedvezőbb áron lehetne adni az energiát. Tehát ezek mind fontos kérdések, és összefüggnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy a rezsicsökkentés az egy fontos intézmény, amit 2013 óta meg tudtunk védeni. Egyébként a baloldal az egyfolytában végig hülyeségnek nevezte, és azt mondta, hogy ez nem is tudom, rezsi hülyeség, ilyesmiket mondott rá. Tehát az a helyzet, hogy ez egy fontos dolog, hogy kitartottunk mellette. És hát emellett beszéltünk már a benzinástopról, a kamatstop intézménye is nagyon fontos, és ugye ez a családoknak, ugye a tűzifa program, barna szén program, ezek mind-mind fontos kérdések, élelmiszerástop, de azért emellett a magyar vállalkozás, meg vállalkozások gazdaságnak a segítése is egy nagyon fontos kérdés. És akkor itt egy picit azért muszáj, hogy 2010-ről beszéljünk, mert
amiatt, mert gyakorlatilag az országot úgy vettük át, még akkor is, hogyha azt mondja az ember, hogy ez már milyen régen volt, csak mivel ilyen árnyék kormányok alakulnak nagyon hasonló személyekkel, ezért azt gondolom, hogy alapvetően az ember úgy tudja, hogy mire számíthatna, hogyha ez megtörténne. Szóval egyrészt majdnem államcsőd volt, 1 millió munkahelye kevesebb volt, tehát 13. havi bérek, nyugdíjak elvétele, és hát a devizahitelek. Szóval innen indultunk, az önkormányzatok teljesen el voltak adósodva, tehát hihetetlen helyzetben voltak, a feladataikat folyamatosan emelték, a forrásukat pedig egyfolytában csökkentették, és 2010 után 1400 milliárd forintot költöttünk arra, hogy konszolidáljuk egyébként az önkormányzatokat. És ezek nagyon nagy dolgok, és hát a magyar gazdaság, meg az, hogy 1 millió plusz munkahely, hát ezt nem hitték el, hogy ez meg fog történni. És az a hihetetlen, és azért, hogy valami pozitívumot is mondjak, hogy úgy tűnik, hogy 2020, meg ez az évtized egy picit olyan, hát finoman fogalmazva más, mint az eddigiek, és nem egy egyszerű évtizednek ígérkezik. És ugye ez kezdődött a koronavírus járvánnyal. Na most a járványhelyzetben is olyan intézkedéseket sikerült hozni, hogy egyszerűen egy hihetetlen eredmény, hogy ma Magyarországon 4,7 millió ember dolgozik. Ennyien a rendszerváltás óta nem dolgoztak. 3,5% a munkanélküliség. Ezek hihetetlen adatok egy járvány után, főleg úgy, hogy más európai ország hogyan tudott felállni, vagy éppen nem felállni a járványhelyzetből. És ezért gondolom azt, hogy ebben a nehéz szankciós infláció és energiaválságos helyzetben is a magyar kormány tényleg tud olyan intézkedéseket hozni, amiben megint gyakorlatilag lokális kivétel tudunk maradni itt a globális recesszióban. És ezért fontosak a vállalatok, mert ugye a magyar kormány azt mondta a járványhelyzet idején is, hogy támogatja a magyar vállalatokat, hogyha például csinálnak beruházásokat, és a munkahelyeket megtartják. És pont ezt kezdtük el most is csinálni, annyival pluszban, hogy energetikai beruházásokat kérünk. Mert nyilván azért nekünk a jövőben ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az energiafüggetlenségünket tovább növeljük, további energetikai beruházásokat hajtsunk végre. És indítottunk programokat. Az egyik ilyen program a kis- és középvállalkozásoknak szóló energiaintenzív, feldolgozóiparban lévő vállalkozásoknak szóló program, amiben szintén benne van az, hogy a munkahelyeket tartsák meg, egy minimális morzsolódás lehet, tehát egy ilyen 10%, de alapvetően a munkahelyek védelme az nagyon-nagyon fontos kérdés, illetve az, hogy energetikai beruházásokat hajtsanak végre a kis- és középvállalkozások. A gyármentő program meg nyilván a nevébe is benne van, a nagy foglalkoztatóknak ad lehetőséget arra, hogy energetikai beruházásokat hajtsanak végre, ehhez pedig támogatást kapnak. Ezek nagyon fontos programok, mert Magyarország a beruházásokban kifejezetten élen van az egész Európai Unión belül, és az, hogy ilyen gyorsan talpra tudtunk állni, ez gyakorlatilag ennek a politikának volt részben köszönhető. És azért azt is szeretném elmondani, hogy most kijött nem olyan régen az Eurostatnak egy ilyen felmérése, amit nem igazán lehet ilyen kormánypárti, nem is tudom, intézménynek vagy oldalnak nevezni, és abban leírták, hogy 24 EU-s tagállamot vizsgáltak, és 2021 második felében és 22 első felében néztek egy évet, és 24 EU-s országból 23-ban amúgy növekedett a gázára, és csak Magyarország volt kivétel. Tehát ezek fontos dolgok, és ezeket szerintem jó, ha az ember látja és figyeli. Ja igen, megint rossz helyre fordultam. Bocsánat. De a kolléganőm elmondta, hogy tanulva abból, hogy a legutóbbi országjáráson mindig forognom kellett, ezért megkérte itt a kedves szervezőket, amit ezúton is köszönünk szépen, hogy legyen itt egy laptop, de az emberben úgy látom, hogy vannak ilyen rossz szokások, bár csak ez egy alkalom volt, de így is megszokja az ember, és igen, tehát itt a laptop előttem próbálok nem forogni. Na, szóval itt két úriember látható, és hát arra lennék kíváncsi, hogy ki az, ki kit ismer fel?
Szeretném megmozgatni a hallgatóságot, úgyhogy az egyik kölyüket szerintem mindenki kitalálja, ugye? Mind a kettőt? Tökéletes válasz, ez így van. Igen, Joe Biden és Xi Jinping. Igen. És ugye itt ez a dia azt mutatja, hogy ki nyer a szankciókkal, ki veszít a szankciókkal, erről egyébként beszéltünk, de ami még aktuális pont itt a két úriemberrel kapcsolatban, az, hogy amúgy a G20-ak most üléseznek, ezt biztos látják a hírekben is, és ez a két úriember pont most találkozott először, úgyhogy gondoltam ezt. Megosztom ezt a hírt. Egyébként a G20-nak a témái között természetesen szerepel a fenntartható energiának is a kérdése. Jaj. És őket felismeri-e valaki? Igen. Igen. Hát tényleg róluk van szó, és hát igazából itt csak ilyen érdekességeket szeretnék elmondani, hogy tényleg minden összefügg. Az a helyzet, hogy az idősebb úrnak 12 energiavállalatban van részvénye. Tőzsdei nyeresége idén már eddig meghaladta az 1 millió dollárt. Ukrajnában is komoly érdekeltségei vannak. A Nemzetközi Újjászületés Alapítvány körül kiépült egyre nagyobb hálózaten keresztül időről időre beavatkozott az ukrán belpolitikába, és gyakorlatilag már nagyon sok millió dollárt költött arra, hogy képítse Ukrajnában a nyílt társadalmat. A fia pedig úgy fogalmazott, hogy sosem fogjuk magára hagyni Ukrajnát, és nem hagyjuk félbe a 30 éve megkezdett munkát, melyet ott indítottunk. Tehát ők alapvetően érdekesnek tartják a helyszínt. Igen, itt van egy újabb csapat. Ugye, hát szóval az egyik, tehát az a személy, aki igazából itt a buborékkal párosul, ő azért nagyon érdekes, és azért ez így a mai nap is érdekes, mert nagyon aktuális a kérdés, mert elmondta azt, hogy ők gyakorlatilag a kampányban több 100 millió dollárt kaptak, hogy kampányoljanak, ami úgy finoman fogalmazva, hát úgy morálisan is, meg amúgy úgy jogilag is hát eléggé problémás. És hogyha figyelték, akkor a mai nap pont ezzel kapcsolatban Kocsis Máté frakcióvezető úr nyilatkozott, hiszen a Nemzetbiztonsági Bizottság tárgyalja az ügyet, és úgy tűnik, hogy azért itt nagyon komoly, még ami eddig információ volt, azon túl is nagyon komoly aggályokat vett fel a kérdés, úgyhogy hát szóval ez azért valahol nagyon csúnya dolog, én ezt gondolom. És hát még a körülötte lévő személyek, ugye itt az árnyék kormány, az egy nagyon, hát hogy is fogalmazzak, fontos irányt tud adni nekünk, hogy mi lenne, ha. És az ember pontosan látja, hogy milyen nyilatkozatokat lehet hallani. Itt azért ennek az árnyék kormánynak van egy miniszterelnök asszonya és ura, vagy nem tudom, és van egy csapat, akik ott azért nagyon érdekes dolgokat mondanak. Ebből szeretnék néhányat idézni, mert szerintem ez nagyon érdekes. Van nekik egy gazdasági árnyékminiszterük. Eleve ez az árnyék, ez olyan, nem is tudom, ezt hogy tudták kitalálni, tehát árnyékminiszter, meg nem tudom. Árnyékminiszter, jól hangzik ez a dolog. Úgy hívják, hogy Dávid Ferenc, és ő gazdasági árnyékminiszterként gyakorlatilag egyfolytában azt mondja, hogy ki kell vezetni az üzemanyagástopot, pazarlásnak nevezte az élelmiszer és a benzinástopot, ahogyan a rezsicsökkentést is, azt mondta, hogy teljes versenypiaci árakat terhelne a lakosságra, akiknek a spórolást javasolta. És rossz iránynak tartja azt is egyébként, hogy a multinacionális cégek extra profitját mi megadóztatjuk. Tehát akik most aktuálisan az árnyék kormányban gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, ők ilyen dolgokat mondanak ki, meg gondolnak. És
Hát ez emellett az egészségügyi államtitkár, ő kórházakat szeretne bezárni, meg a vizitdíj mellett kampányot 2008-ban. Az energia és rezsiügyi árnyék miniszter, ő egyszerűen helytelen és rossznak tartja a hatósági árakat, meg ő általában rezsihazugságról szokott nyilatkozni. Hú, hát a többit inkább nem is mondom. Az a lényeg, hogy nem annyira optimizmusra ad okot ezek a nyilatkozatok, és az ember végül is mosolyoghat rajta, de az a baj, hogy ők ezt egyébként nemzetközi fórumokon is képviselik, tehát meg itthon is ezeket mondják, tehát végül is ez nem meglepő. Igen, így gyakorlatilag ezek az idézetek folytatódnak azzal kapcsolatban, hogy tehát örülök annak, hogy létrejött a szankciós csomag, és Magyarország végül is nem tudta ezt megakadályozni, tehát ehhez hasonló gondolatok vannak azzal kapcsolatban, hogy mi a magyar kormány és miniszterelnök úr miért lép fel a szankciós politika ellen, tehát mikor azt mondják, hogy nem lép fel, ez is mutatja, hogy egyértelműen fellép, és ez nem is tetszik nekik. És ezek igazából itt láttuk azt, hogy nagyon nagy az elégedetlenség, erről beszéltünk is, úgyhogy akkor itt ez egy ilyen nagyon szép záró gondolat kell, hogy legyen. Ami nagyon fontos, hogy ugye a nemzeti konzultáció az online is elindult, aki még esetleg nem töltötte ki, közben a postai kézbesítés is folyamatosan zajlik. És azért ezek a nemzeti konzultációk tényleg hihetetlen felhatalmazást adnak a magyar kormánynak is azért, hogy a magyar embereknek a véleményét bemutassák Brüsszelben, és ezért ez nagyon-nagyon fontos, és talán még ennyire fontos soha nem volt, mert úgy tűnik, hogy ezt a szankciós politikát tovább szeretné folytatni Brüsszel, és ezért tényleg nagyon-nagyon nagy dolog az, hogy egy ilyen nemzeti konzultációt indítottunk, és tényleg arra kérem az itt ülőket, hogy a környezetükben mindenkit biztassanak arra, a barátokat, a rokonokat, családtagokat, hogy töltsék ki a nemzeti konzultációt, és mondják el a véleményüket. Egyébként a szankciókkal kapcsolatban, főképp az energiahordozók, de amúgy turizmus és más kérdések is, 7 kérdés van benne. Megkérdeztetem, hogy hányan töltötték már ki? Jaj, de jó! Hát ez akkor nekem ide nem is kellett volna jönnöm, bocsánat, tehát ezt nekem, lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem, hogy ezt megkérdezem. Nem baj, így legalább próbáltam végig nagyon lelkesen, mert ezt látom, hogy már ennyien kitöltötték. Nem, ez nagyon jó, és hogyha erre tudnék biztatni gyakorlatilag a környezetüket, az egy nagyon nagy segítség lenne, mert mi tényleg azt gondoljuk, hogy ennek a nemzeti konzultációnak most óriási jelentősége van. Úgyhogy igazából mi ebbe szeretnénk segítséget kérni, és hogyha bármilyen kérdés felmerül, akkor állok rendelkezésre. Nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy eljöttek, meghallgattak, és még egyszer köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm. Ja? Köszönjük szépen, államtitkár asszony, a tájékoztatót, és kedves hölgyeim és uraim, most van lehetőség kérdéseket feltenni mind a három előttünk szólókhoz. Minden kezdet nehéz. Tessék, bátran kérdezzenek, kolléganőim oda fogják vinni a mikrofon. Úgy látom, hogy teljes körül volt a tájékoztatás, úgyhogy van kérdés. Teljes körül volt a tájékoztatás, nem is erről kérdeznék, hanem arról, hogy hát az ITM-nek ugye most az átalakulása kezdődött, hogy valamit hallhatnánk-e arról. Igazából ugye ez a folyamat még zajlik, és arról, ahogy szerintem lehetett hallani kormányinfón is, tehát igazából lesz egy energiaügyi minisztérium, amely kifejezetten dedikáltan csak energetikai kérdésekkel foglalkozik.
és hát a további ezzel kapcsolatos részletek pedig tényleg most vannak abszolút folyamatban, úgyhogy több információt ezzel nem tudok elmondani, de az tény és való, hogy lesz egy energiaügyi minisztérium a jövőben. Úgyhogy köszönöm szépen. Ha nem, nincs kérdés, akkor egy közös képet köszönöm. Igen, egy pillanat türelmet kérünk még. Szeretnék képviselő úr és polgármester úr megköszönni államtitkár asszonynak, hogy elfogadta meghívásunkat és megtisztelte jelenlétével Mezőt úr, illetve a térség lakosságát. Nagyon szépen köszönjük. Tisztelt államtitkár asszony, nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltél bennünket a mai napon és eljöttél hozzánk. Arra biztatlak, hogy majd keres föl bennünket máskor is. Fogad szeretettel ezt a csokorvirágot, és hát a következő hónapokhoz sok erőt, kitartást, és az egész családnak, a család minden tagjának nagyon sok boldogságot kívánok, és nagyon jó egészséget. És fogad szeretettel ezt a virágot. Tisztelt államtitkár asszony, kedves Zsófi, hogyha mondhatom ezt. Én is szeretném megköszönni, hogy elfogadtad képviselőnek a meghívását, és ellátogattál városunkba. Köszönjük a széleskörű tájékoztatást. Várunk vissza más alkalommal is. Sok szeretettel, legyen az majd a későbbiekben valamely fejlesztés, vagy csak egy közösségi rendezvény, hiszen aki követ téged a Facebookon, vagy más platformokon, az láthatja, hogy mennyire szívvel, lélekkel csinálod ezt a munkát, amelyet azt gondolom, hogy mindenképpen köszönettel kell vennie a mindenkori választópolgároknak. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál a mai estén. Képviselőhöz hasonlóan én is azt kívánom, hogy az előttetek álló hónapokban legyen rendben minden körülöttetek, és boldog bavárást kívánunk, és minden jót, nagyon jó egészséget az egész családnak. Fogad szeretettel ezt a helyi termékekből álló kis csomagot.